Kreatív királylányok. A gonosz tündér Átka. Egy napsütéses reggelen a 7 törpe közül a legfiatalabb sétára indult a közeli erdőben. Szedek virágot hófehérkének. Ő mindig annyira kedves velem. Nem mentem el ma a bányába. Sajnos nem vagyok ügyes. Mindig én találom a legkisebb gyémántokat, és nem vagyok erős sem. Nehezen megy az ásás. Úgy szeretnék egy fontos feladatot, de mindig megbotlok, mindent elejtek, vagy nekiütközök valaminek. No tessék, hát erről beszélek. Ahogy felpillantott az előtte álló fára, furcsa érzése támadt. Ez a fa annyira más, mint a többi. A görcsös fatörzs mellett szúrós bokor feketén lett, közte fényesen megcsillant valami. A kis törpe közelebb hajolt. Egy varázspálca. A jó tündérnél láttam ilyet. És ezek a szúrós bokorok, Ófehérke mesélte, hogy ilyenek a gonosz tündér kedvenc növényei. Jobb, ha hazafutok. Egyszeriben szomorú suttogás szűrődött elő a fatörzsből. Segíts, kérlek! A kis törpe körbenézett, de nem látott senkit. Jó tündér, te vagy az! Igen, én vagyok, és csak is te segíthetsz rajtam. Én? Igen, te, mert te találtál rám. A gonosz tündér zárt be ebbe a fába egy erős átokkal. Ki kell szabadítanod? De én kicsi vagyok és gyenge. Képes vagy rá. A fa gyökerei között találsz egy tekercset. Van rajta 7 rejtvény. Mind a 7-et meg kell fejteni, de mindegyiket valaki másnak. Ha jók a válaszok, akkor kiszabadulok innen. De sietned kell, mert ennek a fának a lombja minden órával feketébb lesz, és ha az egész lomb befeketedik, akkor itt maradok. Örökre. A kis törpe előhúzta a tekercset a gyökerek közül, és gyorsan futni kezdett. Mikor hazaért, elmesélte Hófehérkének, hogy mi történt. Mutasd az első kérdést! Minél többet adsz belőlem, neked annál több marad, én vagyok a legfontosabb, s bizony nem az aranyad. A szeretet. Minél több szeretetet adok, annál több szeretet él a szívemben. Ahogy kimondta, az első kérdés nyomban eltűnt a tekercsről. Nincs sok időnk. Az erdei ösvény mentén kopogtass be hercegnő barátaimhoz. Ők majd segítenek. De én... Meg tudod menteni a jó tündért, hidd el, és te tudsz a leggyorsabban futni. Sok szerencsét! A kis törpe nekivágott az erdei ösvénynek, és hamarosan elérte a szörnyetek kastélyát, ahol Szépség lakott. Szépség! A gonosz tündér! A jó tündér! És elhadarta, hogy miért jött. Mondd gyorsan a második kérdést! Eső után megjelenek a kék égen, ha süt a nap, jól csodáld meg színeimet, nem sokáig látszanak. A szivárvány! Nézd csak, épp azt festem! Köszönöm! Csodás festmény! Mosolygott a törpe, és már futott is tovább. Gyorsan szaladt az ösvényen egészen a tengerig, ahol a fehér szikláknál megpillantotta a kis hableányt. Bár messziről kiabálta neki, hogy mit tett a gonosz tündér. Olvassuk el a harmadik kérdést. Otthont adok minden vízi élőlénynek, de szobjadat nem oltom, mint hiába kéred. A tenger! Mivel sós a vize, ha iszol belőle, még szomjasabb leszel. Ezt nem tudtam. Köszönöm. Szaladok is! A törpécske nem fáradt, futott, ahogy a lába bírta, míg nem elérte Csipke Rózsika kastélyát.
A hercegnőt a kertben találta, ahol épp a szultán leányával és hamupipőkével teáztak. Elmondta nekik, hogy mi történt a jó tündérrel. Micsoda szerencse, hogy hárman is itt vagytok. A negyedik kérdés. Én vagyok a jó barátod, polcon ülve csak rád várok, lapozz bennem és meglátod, pihentető lesz az álmod. A válasz a könyv. Nekem számos kedvenc könyvem van, és olyanok, mint a jó barátaim. És mi az ötödik kérdés? Én vagyok a vázadésze, illatos és gyönyörű, de jól vigyázz, mert számos tüském olyan hegyes, mint a tű. A rózsa, a kedvenc virágom. Na, hadd válaszoljak én is egy kérdésre. Minden este láthatsz engem, az ég alját pirosra festem. Minden este látjuk, amikor piros az ég alja. A nap nyugta! Akkor kezdődnek a bálok a királyi palotákban. Az csodás lehet, a tánc, a zene. Na, én sietek! Az erdei ösvény kanyargott jobbra és balra, és a kis törpe észrevette, hogy visszajutott a tisztáshoz, ahol a jó tündér raboskodott. Jaj, ne! Rossz helyen tértem le az ösvényről. És még van egy kérdés. A furcsa falombja már majdnem teljesen fekete volt. És nincs időm, hogy keressek valakit, aki tudna válaszolni. Ha csak... meg kell próbálnom, sikerülnie kell. A földön nálam nincs keményebb, úgy ragyogok, mint a nap, bánya mélyén lelhetsz rám, hogyha szorgos törpe vagy. A gyémánt! Ahogy kimondta, az immár üres tekercs eltűnt a kezéből. A széles fatörzs recsegve szétnyílt, és fényes ragyogással kilépett belőle a jó tündér. Köszönöm, hogy kiszabadítottál. Meg tudtad törni a gonosz tündér átkát, mert segíteni akartál, és hittél magadban. Jutalomból neked adom a bátorság medált. A kis törpe boldogan mosolygott, és végre elhitte magáról, hogy bátor és ügyes. Ettől a naptól kezdve Meseországban mindig ő hozta és vitte a fontos üzeneteket, és mindenkit csodálta, hogy mennyire szélsebesen tud futni. Kreatív Királylányok magazin. Kapható az élelmiszerüzletekben és az újságárusoknál.